Minecraft, de a mai videóban biomokkal fogok tudni kereskedni, és ezek nagyon különleges tárgyakat tudnak nekünk majd adni. Vajon sikerül így kivinnem a játékot? Nézzük! Itt is van az inventorimban 16 biom gem, ez fog nekünk majd tudni segíteni abban, hogy tudjunk trédelni a biomokkal. Ezt úgy kell elképzelni, hogy konkrétan kidobom ezt a gemet, és már is megjelennek ilyen partikülök, ezek jelzik azt, hogy itt tudunk trédelni. És itt van az első három lehetőség, amit tudunk cserélni az erdő biommal, és már is megjelent egy egyedi item, amit ki tudunk farmolni úgy, hogy 16 fát összeszedünk gyorsan. Itt is van a 16 fa, nézzük is akkor, hogy vajon ez a csákány mire lesz képes. Itt azt írja, hogy ha ráállok valamilyen fa félére, akkor kaphatok valamilyen buffokat. Nézzük! Úristen! Na az mondjuk durva! Viszont mi van akkor, hogyha én lejövök a fáról? Aha, hát akkor az 5 másodperces számláló él, és tulajdonképpen, hogyha annak vége, akkor megszűnnek az effektek is, de mindegy. Ennek van még egy variációja, így használat terén, az pedig a shift, hogyha jól látom. Micsoda? Ez mennyire menő? Hát konkrétan kilő magából egy ilyen facsákányt, és bányászik helyettünk. De hát szerintem itt akkor ne is álljunk meg, hanem próbáljunk meg bányászni legalább gyémántot vagy valamit, mert én úgy gondolom, hogy ezzel valószínűleg ez nem lesz nehéz. Jó, és itt is van a legeslegelső gyémántunk, és ott van még több egyébként lent, úgyhogy lehet, hogy ez lesz az a szint, ahol el fogunk tudni kezdeni rendesen gyémántokra vadászni. Meg úgy látszik, hogy a mobok is elkezdenek ránk majd. Aha, igen, na ez lesz a gyémánt szint, ez fix. Itt is van egy kis gyémánt, ez nagyon jó, már is 15 gyémántom van, mi a fene? Na jó, hát eddig nagyon-nagyon tetszik ez a datapack. És egyébként, ha jól tudom, akkor ez működik normális csákányként is, tehát simán tudok bányászgatni is vele. Viszont soha nem fog elkopni. Jó, hát konkrétan majdnem van egy stack gyémántom, és még ezeket, hogyha kiszedem, akkor lehet meg is lesz. Oké, 59 gyémánt. Én úgy gondolom, hogy ennyi most már bőven elég, mert az a helyzet, hogy elkezdtem elég durván éhezni, úgyhogy lehet föl kéne mennem a felszínre most már. Ezzel a csákánnyal brutál egyszerű az élet. Én szeretnék ilyet a normál Minecraftba is, lehet? Srácok, eljött az idő, elkészítjük a gyémánt szettünket, így egy kicsit nagyobb lesz a védelem, meg szerintem egy gyémánt balta sem jöhet rosszul, meg talán egy gyémánt kard se. És hát elkezdünk ilyen szokásos Minecraft dolgokat csinálni, mint a kajaégetés. Oké, most már lesz ágyam is egyébként, mert megvan a 3 wool, meg szerintem még ölök barikat azért, hogy egyáltalán legyen kajám. Oké, az ágy kész, és talán itt fogok tudni aludni is. Hogyha jól emlékszem, akkor a spawnon ott konkrétan volt egy havas bajom, ami pedig lehetne a következő, amit felfedezünk, úgyhogy megpróbálok visszatalálni a spawnra. Amúgy srácok, halat fogok enni. Erre most jöttem rá. Ez most a legjobb döntés, amit csinálhatok. Itt is vagyunk, és hát nézzük is azt, hogy igazából ez a havas bajom mi az, amit tud nekünk adni. És már is beleragadtunk a hóba. Ez nagyon jó. Oké. Szerintem itt jó lesz, dobjuk is ki. Aha, eltűnt konkrétan az emeráldom. De ezen a blokkon itt maradt, jó? Ez valami gift blaster. Aha, és snowblokkokból kéne emeráldot farmolni, és 5 emerald egy ilyen gift blaster. Igazából szerintem ezt a rendszert én kijátszom. És úgy fogom kijátszani, hogy összegyűjtöm innen fákat, és igazából ezeket fogom beváltani az előző falusinál, és így fogok emeráldot szerezni. Oké, rengeteg fát kivágtam, nézzük azt, hogy ez mire elég. Hát igazából 8 emeráldunk lett, abból a trédet meg tudjuk csinálni, és még fennmaradt 3. És váltsuk is ki ezt a blastert, és elméletileg, hogyha ezzel jobb klikkelek, ami amúgy nagyon menő néz ki itt a kezemben, akkor valami ajándékot fogok kapni. Micsoda? Mi a fene történik itt? Kár volt akkor a gyémánt szettér mennem? Hát mennyi jó cuccot kapok már? És Golden Carrot, steak is van itt. Hát fölösleges volt szenvednem eddig mindennel. Feltételezem, hogy ez egyébként mobokat is tud majd ölni nekünk, úgyhogy az mindenféleképpen jó lesz. Hát igazából az enchantok azért nem olyan túl OP-k, én ahogy látom. De nem baj, a semminél egyébként jobb az egész. Aranyalmákat is fel fogunk venni. Aha, és itt van Ender Pearl. Jó, az nekünk nagyon jó lesz. 3 Ender Pearl. Mert akkor igazából a Netherben nem kell ezzel szívnom majd, hogy hogyan lesznek Ender Pearlök, hanem ezzel tulajdonképpen megoldódik a probléma, csak akkor még egy jó párat le kéne hívnom. Meg tényleg a szettet össze kéne állítani, illetve vannak itt emerald blokkok is konkrétan. 3 emerald blokk, oké. Hát ezzel 27 emeraldom, vagy összesen 30 lett. Jó, 13 Ender Pearl, igazából nem, 16, már meg is van, mert itt droppolt még egy keveset. Én azt mondom, hogy nekünk ez így egyelőre elég. Majd, hogyha fog még kelleni, akkor használjuk, de én úgy gondolom, hogy így is túl OP tárgyakat kaptunk. Jó, hát igazából most már nincs is semmi más dolgunk, mint megtalálni az összes többi biomot, ahol még egyébként rejtőznek egyedi itemek, utána lemenni a Netherbe megölni a blézeket, aztán pedig az Ender Dragont.
Jó, hát szerencsére egyébként viszonylag közel itt volt egy desert biome, úgyhogy nézzük is azt, hogy ez mit tud nekünk adni. Uha, egy sandstone pálcát konkrétan, ami elég érdekesen néz ki. Már is trédeljük. És ez miért néz ki ilyen hatalmasan a kezembe? Ez mi? Aha, és van slow fallingom egyből, és ott a következő biome, de jó, egy dzsungel. Az lesz majd a következő egyedi tárgynak a lelőhelye. És elméletileg ennek, aha, van egy jobbklikkes effektje is, ahol is amúgy mobokat tudnánk kivégezni elég durván. És hogyha shiftelek, akkor pedig fel tudok vele repülni. Úristen, ez nagyon menő. És tudok repülni a világban. Nyilván mivel slow fallingom van, ezért soha nem fogok leesni. Ez nagyon OP. Oké, hát akkor mostantól így fogunk közlekedni valószínűleg. Na de, itt vagyunk a jungle biomban. És nézzük azt, hogy mi a következő egyedi tárgyunk, amit meg tudunk kapni. Egy fadarab. Oké, elég érdekesnek tűnik, de hát nézzük akkor, hogy ez mire jó. Aha, elméletileg ez slime volt, és mérget tud szórni a mobokra, vagy az ellenfelünkre, ami nem jöhet rosszul egyébként. Sajnálom, papagáj, de be kell mutassam a videóba. Na jó, hát akkor építsük is meg a Nether portált, szerezzük meg a Blaze Rodakat, illetve az utolsó biomot is nézzük meg, ahol még tudunk egyedi itemeket szerezni. Oké, itt is vagyunk a Netherben, és a Nether Waste, ami itt is van tulajdonképpen, szóval ebben a biomban tudunk egyébként még egy egyedi itemet szerezni, csak meg kéne ölnöm azt a gázt, ami egyébként sikerült is. No, hát akkor dobjuk le a biome gemünket, és már is itt van egy íj. Hoppá, na nézzük. Még mielőtt eláraszt minket a láva. Van fire resistance-em, így, hogy tartom a kezemben ezt az íjat, ami amúgy nagyon jó. És hogyha jobb klikkelek, akkor elméletileg 3 fireball tud magából kilőni. Ami egyébként igaz, oké. Ha shiftelek, akkor valami ilyen magmás csapdát tudna előidézni, csak nincs előttem semmilyen mob. Ami mondjuk ezt ki lehet próbálni, de mondjuk rajta igen. Aha, oké, szóval ilyen magmás csapda. Nagyon jó, ebbe egyébként én is beleszorultam majdnem. Meg hát ugye a fire resistance, úgyhogy szerintem ez nagyon OP ez az így. Ez jó lesz majd az end csatához. Viszont akkor én azt mondom, hogy próbáljunk is megkeresni egy Nether Fortress-t. És hát igen, már itt is vagyunk. Szépen keresünk akkor egy Blaze Spawner-t, ami szerintem már ott is van. Valószínűleg ezt a kezembe beveszem, hogy legalább a fire resistance az meglegyen. És hát akkor igazából csak meg kell őket ölni. Ez nagyjából a feladat, van egy looting 3-as kardom, úgyhogy ezzel még egyszerűbb lesz. Oké, meg is vagyunk, ez legalább duplát adott. Irány vissza a normál világ. Na, sikeresen vissza is értünk. Hát igazából ennél könnyebb nedörös élményem talán még tényleg nem volt soha. És hát akkor egyetlen dolog maradt hátra, mégpedig az, hogy megtaláljuk az end portált, utána pedig megöljük a sárkányt. Az utunk pedig erre fog megindulni, és eltört a szem, nem már. Jó, mondjuk teljesen mindegy, mert bármikor tudok bármennyi szemet összeszedni, tehát hogy az nem gond. Aha, visszafele kell menni. Jó, szerintem most ment le a szem. Igen, itt biztos, hogy lement, úgyhogy el is kezdek akkor függőlegesen lefele ásni. Vagy kockáztassunk szerintem. Igen, kockáztattunk, és egyébként ez be is vált. Nem a portált ütöttem ki. Mivel szerencsére a portál az itt van, csak sajnos a kéretlen mobok is ugyanúgy itt vannak vele együtt, akiket elpusztítunk. Komolyan, egyetlen egy szem van benne, ezt nem hiszem el. Az a baj, hogy engem tényleg mindig szívet az a játék. Nos, hát akkor ezzel szépen lelövöm a kristályokat, illetve, ajjaj, úristen, de ellökött. Illetve természetesen még azért föl is repülgetek a biztonság kedvéért. Amúgy, ha a második kezemben van, akkor szerencsére ugyanúgy működik ez a funkciója, úgyhogy nincs ezzel probléma. Amúgy szerintem azért egy aranyalmát így beeszek a biztonság kedvéért. Nem akarok meghalni. Hát ezzel az íjjal konkrétan pofon egyszerű leszedni mindent. Annyira jó. Ez a legkönnyebb Ender Dragon harcom valaha? Én szerintem simán megkockáztatom, hogy igen. Egyébként, mert tényleg annyira nagyon egyszerű. Jó, és szerintem amúgy meg is van az összes kristály, konkrétan. Úgyhogy innentől kezdve már csak az Ender Dragont kéne össze-vissza püfölgetni. Ja nem, még ott van egy kristály, bocsánat. Akkor már most nincsen. Oké. Na most van meg az összes kristály, és az Ender Dragont már is elkezdtem ilyen homok viharral támadni, meg szerintem még belelövök egy ilyet is. Oké. Bár szerintem amúgy rá nem nagyon hatnak ezek a mérgek, meg ilyen egyéb dolgok, úgyhogy az nem biztos, hogy nálam működni fog. Egyébként majd, hogyha purge-öl, akkor szerintem odadobok neki egy ilyen homokvihart, és valószínűleg az amúgy nagyon-nagyon sokat fog belesebezni. Oké, már is érkezik, és dobunk rá egy ilyen homokvihart. Nézzétek, hogy sebződik, te jó ég. Még szerintem meglövöldözöm ilyenekkel is, és lehet, hogy
már is meg fogjuk tudni ölni. Nem, elrepült. Viszont a következő alkalommal fix, hogy nem fog tudni elmenekülni. Sőt, még lehet most sem, mert próbálom a levegőből is támadni őt. Még egy kis sebzés. Megdobunk rá még egyet. És szerintem egyetlen egy sebzés kéne még neki, és utána meg is lennénk. Amit pedig most beleviszek, és let's go! Meg is halt az Ender Dragon. Csak még egy kicsit vergődik, de igazából meghalt. Úgyhogy srácok, köszönöm szépen nektek a figyelmet, remélem, hogy tetszett a videó, hogyha így van, jelezzétek egy lájkkal, és ne felejtsetek el feliratkozni további hasonló tartalmakért. Találkozunk legközelebb, sziasztok!